Sia! Tutte tamo scrende se gi... Tazzo huembert bacio cura templum baiar un scioioso sgugno o jandik baiar melli! Oh-oh! A link a leírásba! 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rólad mesél! Sziasztok, hello mindenkinek Magyarországról! Jelentkezünk ebbe a szájba baszott, mocskos, retkes, kibebaszott túrós live-ba, ahol RP-t fogunk pötyögtetni, készen állunk, homokzsákok! Teljesen! Ez a lány! Engem vár! Milyen szépen kiénekeltem, mintha csak az aranylemezről szólt volna. Végig. Meg vagyunk 6000 millióan? Ez a beszéd, bazd meg! Csibori! Szevaszó barátaim, és nagyon kedves emberek, és nem kedvesek, hanem gecik. Hello. Elmegyek a cigánbába, de Kaposváron feltámadt a szél. A szélszezés föltámadt. Szóval tartsatok velem ma itt a nagy izgalmakban, mert kibaszott nagy izgalmak lesznek itt majd most! Csá! Szia! Mi a helyzet, Doki? Szia! Hát a... Bebizsergett a lyuk, mi? Megérezted hát... a bacsúszagot, te is, fiam. Mi újság van? Szeretnék veled beszélni. Terhes vagy? Nem. Én igen. Épp ez a baj, hogy nem. Hát én azt hallottam, hogy randiztál egy nővel. Úristen! Ez igaz? Milyen ezt most nővel? Én kérdezem, hogy igaz. Igaz? Figyelj csak ide! Semmilyen rendezvút nem vettem részt, viszont képzeld el, valamelyik nap megcsörönt a telefonom. Ne, szerintem most erre semmi szükség. Én ezt biztos információból tudom, hogy te randevúztál egy nővel. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez igaz-e, és ha igaz, akkor miért? Most akartam elmondani, de már megint nem elezted, hogy elmondjam a sztorit. Érted? Nagy sztorit, az igaz történetet. Megcsörönt a telefonom. Haló, tessék! Azt mondta, hogy a szociális gondozó és gyermekvédelmező ügyosztálytól telefonáltak. Ne haragudj, megtehetnénk, hogy most a rizsát hagyjuk. Hívd ki a Lalit, jó? Állj le, asszony! Állj le, mert kézibezérlés lesz. Meghallgatsz, azt mondtam. Szóval megcsörönt a telefonom. Haló, ki van a vonalban? Jó napot kívánok magának, van egy elpedezett ikertestvére, akit úgy hívnak, hogy Sextor. Érted? Aha. Szóval én Hector, ő meg Sextor, érted? Képzeld el, hogy találkoztam vele, és tényleg úgy néz ki, mint én. Lali! Figyelj, csak behívlak. Lali, gyere ki, légy szíves! Jó, figyelj, Lali! Csak... Várjál már, mondom, behílak. Lali! Behílak, de ígérd meg, hogy nem nézel szét. Gyere ide, Lajos, légy szíves! Hello! Szia! Szia, Lali! Mi a helyzet? Szia, öreg. Szia, Lali, mi újság? Ugye, én kaptam tőled egy SMS-t, szerint az öreg randevúzik valakivel. Így van? Ja, igen, azt mondta az öreg, hogy hívjalak oda, hogy láss, hogy féltékeny legyél, tudod? Ez zöldség. Ez így történt? Aztán, ez nem igaz. Figyelj csak! Lajos, elmeséltem neked is a történetet, mi szerint van egy nem tudott és eltitkolt ikertestvérem, akit nem Hectornak hívott, hát ez... hanem Sextor. Ugye? Elmondtam neked? Lali, ne ahogy bármilyen tanulvédelmi programba be tudlak téged illeszteni. Nekem nem mondta az öreg. Mert az volt ott, nem én voltam ott, hanem ő volt ott a randevúban. Lali, ne hagyd, hogy most befolyásoljon. Ja, nem, hát ő a pillecukor ott ült az ölébe, és ja, akkor mondtam ja, neki, hogy nem tud jönni én a doktor. Mi a puci? Tudtam én, hogy az kell, hogy a puci! Pulicukor. Én pulicukort ismerek. Aha, pillecukornak. Lehet, hogy ők is elpeledett ikertestvérek. Tényleg nagyon puli feje van a pillecukornak. És lehet, hogy a Sextor és a pulicukor jöttek össze. Megnézted? A légy megcsúszik, Oppi Csabagot. Hát nagy segge van egyébként. Egy pillanat türelmet kérnék, szeretném, hogy lenyugodjanak a kedélyek. Ide hívom a Sextort, jó? Hogy láss, hogy nem hazudok. Nem kell ide hívni a Sextort. Állj le! Elmondta Lali, hogy a rendőrségen mi volt. Hekike. Mert mi volt? A macska rúgja meg. Tudod mit? Elmegyek. Nem kell utánam, gyere. Ne gyere! Jó. Ne gyere, hagyj engem békén! Lajos, ne hagyj! Nem is akarlak látni, ne gyere! Figyelj, te passzol! Én most elmegyek! Igen. A doktor. Menj utána most azonnal is mondod, hogy létezik a Sextor. Akkor én most elmegyek. Jó. Elmegyek egyedül. Barbie. Ne gyere utánam. Igen. A Sextor tényleg létezik. Lali, most elmondtad, én nem akarom, hogy téged bánsalak, de én most elmegyek, jó?
És ne jöjjön utánam senki! Hát meg az Isten megbassza ezek. Figyelj csak! Én mondtam neki. Öreg, he! Öreg! Figyelj csak! Puszulj innen, mert nagyon haragszok rád. Jó vagy? Mi a fasz történik? Öreg, he! Gyertek, pánki, he! Pászik az öreg, milyen izékben van, mi? Sokan irigykedtek rá a cseten. Biztos, hogy ilyen nagy szerelmi háromszögek, more, 60 fölött. Most elájult az öreg valószínűleg, és történik fog valami. Figyelj csak, tudom, hogy... Tudom, hogy nem szereted, hogyha bárkit idehozok, vagy bármi, de... Tudod, meséltem neked hát arról is. A... Jó, de meséltem neked arról a csajról a kisfiával, akinek a boltba segítettem, emlékszel? Igen, tegnap akinek kifizettem mondta. A dolgait. Mivel van egy gyereke, és mivel nekünk is ilyen, úgy gondoltam, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit tudnak egy anyukával beszélgetni, meg lehet, hogy neki is jól esne, ha így barátkoznának vele. De király. Szóval és itt vannak. Jó, úgyhogy próbálj úgy viselkedni. Idehoztad a tudtam nélkül? Igen. Szerintem ez kárlítóval is elkezdeni. Erről még nem tudok. Most mondom. Jó, próbálj úgy viselkedni, hogy eltűrt. Úgy sem lesznek sokáig, csak légy szíves, jó? Itt a kisfia is, úgyhogy egy kicsit gyakorolhatsz legalább. Jó? Az a Lali lesz kisgyerekként. De jó, kurvára szeretem az ilyet. Az ilyen nosztalgikus történetet. Na, látom, hogy feltaláltátok már magatokat, kényelmebe hát, helyeztük. Sziasztok. Igen. Jó napot, sziasztok. Jó napot, kívánok. Ügyesen. Bemutatom nektek itt a házurát. Szép, jó napot, John Smith vagyok. Jó napot, kívánok. Én meg Rózi vagyok. Én meg Frank, a kisfiam. Jó napot, kívánok, jó napot. Ügyesen. Szia. Imádom ezeket a karaktereket. Örvendek. Nagyon szép házuk van. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Most a múltban vagyunk élve. Kértek valamit inni? Én nem kérek, köszönöm szépen. Kárlítóban terhes a gágyi. Egy kicsit éhes vagyok. Éhes vagy. Nézd ide, leteszem neked az asztalra, jó? Ügyesen, jó, Lali, légy szíves. Nagyon szépen köszönöm. Tessék, parancsolj. És akkor mióta neveled egyedül vagy? Ez egy jó sztori, már kíváncsi vagyok én is. Hát, kiskora óta igazság szerint, mert ugye az apja egy... nem is tudom, nem szeretnék igazság szerint semmi rosszat mondani róla, de... Na hát ez a beszéd, szegény Hector. Mindegy. Azt ígért nekem sok mindent, szerelmet, meg mit tudom én. Jaj, bocsánat. Semmi sem. Azt utána meg faképni a hagyott. De nem is foglalkozik a picivel. De hogy foglalkozik, fél fog, jaj, bocsánat. Dik. Oscar díjat, geci. Hiába mondtam neki, hogy jöjjön, látogassa meg, de semmi. Teért ment el az öreg egyébként a sztori szerint. De ez neked jó szerencsére, hogy itt a férjed is segít felnevelni a gyereket. Jó, hát azért itt is vannak fekete felhők, de elviselhető még. És, de ez így anyagilag is elég megterhelő neked. Nem könnyű, de megoldom, mert ugye hát gyerektartás sem semmit. Jaj, bocsánat. Na jó, most már tényleg azért azt mondják, hogy az öreg egy geci. Most őszintén a cseten. Hát nagyon szomorú. Milyen csodálatos férfi az az öreg. Nézni lehet, nyúkálni nem. Megnyomom itt ezt a gombot. De most mondtam el, hogy nem hiszem el, komolyan mondom, te büdös kölök. Hát. SMC. Ne bőgjél, elmagyaráztam az előbb, itt össze-vissza nyomkodod a laptopot, meg mindent össze-vissza. Nem gyerek kezébe való, én azért megdolgoztam, ez az enyém. Na, úgyhogy remélem, ezt most már megértetted, gyerekek. Mert esküszöm Isten az atyámra, mindjárt lebaszok még egy pofon, jó, de, aztán kirepülsz. Ne bőgjél, fejezd már be, mi vagy te? Szépen meg lehet fogni magadat, oda leülsz a sarokba, oda be a kanapéhoz, aztán csömbbe maradsz, megérted? Igen, bocsánat. Na, erégjél, odafele. Azt mocskos büdös kölyke, hát nem hiszem el. Bocsánat. Igyelj csak, menj le nyugodtan anyához, jó? Ott ja. Vár lent a víz partján, okay. Nézve, szép, jó? Köszönöm szépen. Itt nem ész a lépcsőn is egyenesen. Aztán jobbra. Nagyon aranyos. Az aranyos. Igyelj csak, beszélgettem az anyukájával, és nagyon sajnálom. Nagyon rossz helyzetben vannak anyagilag is. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy egy nagyobb összeggel szeretném támogatni. Úgy gondoltad? Igen. És miért gondoltad te így? De miért rendesen? Az egészet én építettem fel. Hát
azért, mert egy anya, aki egyedül neveli a gyerekét, mi pedig megtehetjük, hogy segítünk. De is tudom, nagyon jó, egyedülálló anyaként nem olyan könnyű dolgozik. Persze, hát akkor miért nem hívunk ide mindenkit, aztán izé, minden egyes embernek osztogatom majd el a pénzemet, aztán akkor rád meg nem marad. Figyelj csak, én ezzel nem fogok veszekedni, én eldöntöttem, hogy ez így lesz, de meg gondolkodj nem, el nem azon, lesz ez hogy kivel így. Hogy beszélsz, mert én nem fogok veled itt veszekedni, jó? Úgyhogy szállj egy kicsit magadba. Ez most komolyan... Tehát ne beszéljél velem így! Bazd meg! Úristen! Kedvesem! Halló! Na, Carlito tényleg ez életdefektes. Ezt a palit meg kell baszni. Bazd meg, Carlito ez életdefektes. Öreg, jó vagy? He! Öreg, gyertek már, he! Jó vagy, nyughassál már! Jó vagy? Jó vagy, öreg, he! Volt százas! Figyelj csak! Mi van? Van veled, ha megszédültél? Vagy? Pillantott egy picsát a dokivőbe, szóval pillanat alatt, ha megszédültem. Azt hittem, hogy beverte a fejét. Semmi ilyesmi, jó vagyok, Dick. Nyugodjatok már le. Tudod, miért szédültem meg? Mert nem hitted el, hogy létezik a szextor. Pedig ez valóság. Ha létezik, ha nem, akkor is megtetted, amit tettél. Jó, most bemegyek a szobába, és ki fogom hívni a szextort. Megvársz itt? Meg. Öltözé, pápa, ott van a ruhám a szekrénybe. Úgy kéne kinézned, mint én. Van itt egy felmosó, vedd pön a fejedre. Jó, és azt mostantól úgy hívnak téged, hogy szextor. Felmosó? Igen, tedd a fejedre. Szóval hogyan legyen a hajad, tudod? Mert a dokinőnek azt hazudtam, hogy van egy kertesmérem, tudod? És te leszel most az. Ott van a húzettudli, meg minden. Vedd föl. Jaj, bassz meg. Siess. Itt a smink, majd öreg, 2 perc, csak itt van egy sminkészt, gyorsan bekerem magam meg ilyenek, mert nem fogja elhinni amúgy az a büdös nő. Figyeld, nem olyan hülye. Te rendisztál a pulicukorral, és te szextor vagy. Okay? Jó, de fizetsz ezért valamit? Persze. Nagyon nagy ajándékkal készülök, csak essünk túl rajta rendben. Jó, oké. Itt párok. Már készen vagy már Joker? Öltözködök még, öreg? De hangodan is torzítani kell valamit. Mondjad azt, hogy az Isten bassza meg, de így. Az Isten bassza meg! Hát nem jó, lehet mélyebben kell, mélyebben. Az valami. Isten bassza meg! Na ez jó, ez majdnem olyan, mint az én hangom. Sziasztok! Bocsánat, szeretnék egy bemutatni az ikertestvéremet, szextort. Hát is te mondtad, ki nem dikmál, az igen. Na, akkor ki volt a rendezvún? Szextor, légy szíves. Hol voltál tegnap? Randi volt, egy szép tévér! Jaj, te jól volt az a nő! Pulicukor volt, igaz-e? Az volt a nő? Puli volt a javából, egy kis több mag volt neki, ott jó. Köszönöm, szexor. Itt azt mondják, hogy te tegnap pillecukorral voltál. Hogy van egy tegnap pillecukor, ha nézem már a palmig, vérig, én nem tudom, honnan szedted te ezt az ember, de itt mindenki azt mondta, hogy te tegnap pillecukorral voltál. Móki, menjél arra, légy szíves. Nem mondtam ilyet. Szexor! Nem tudom, hogy te sztőrem, egyetlen, én vagyok szextor, mehetek én, mert várnak engem a tyúkok. Na, kise! Abocska, rúgja meg! Menjél szexor, köszönöm, hogy eljöttél és bevallottam az igazat! Szia! Szevasz! Szextor! Ezért jött át ez a bohóc! Szóval, érted? Na most itt az a probléma, hogy a két hölgy és ott... Figyelj, ezeknek a kurváknak ne higgyél, be vannak bélyegezve! Hát bazeg, Robert írt ott Cína! Gyere, kipele kisjányok! Gyere! Milyen? Te miről szélsz? Gyere csak, légy szívös dokinő! Gyere! Figyelj csak ide! A részpápityú nőjét. Várom a bocsánat kérésedet most. Nem kérek bocsánat. Hogy, de kérsz? Nem kérek, mert az nem tudom, hogy honnan szedted azt a valamit, de ez csalás. Én szerintem ez csalás. És igen, és mindenki mondta bent. Egyébként elmondom neked, hogy a cimboráid is mondták, a nincsenek férfiak cimboráid. Is. Micsoda? Ott bent a férfiak, nem is tudom, hogy jó, akkor őket. Itt az ideje, hogy elmondjam először. Neked a teljes igazságot. Rendben? Igen. Igen? Szóval szexor halálos beteg. Hallod, öreg? Nem ez az a pillecukor, te, amit te naplüttem a selfie-t a képen. Várj egy picit, most... Krisztok, várjál meg kicsit. Mutasd, légy szíves, mutasd meg! Nem, az a dudás az. Az a szexor, ott tűn a szextor ölibe. Látod? Nem, az te vagy. Nem. Még egyszer kihívjam a szextort? Nem, az te volt, az te vagy. Ezt a nap üttem a szelfit Lajossal tettem. Most már baszulok. Nem tud, nincsen infrája. Dehogy küldöm, fizessél. Fizetek, mennyit kész? Krisztó, menjél be, légy szíves, mert beszéljek a dokinőben, utána majd visszatérünk. Mennyit kész van nálam? Készpénz és utalni is tudok.
Nem eladó a telefon. Így van. Nem a telefonot keresztet a kép. Az meg mégsem. Figyelj. A szerzőjog. Figyelj. Na csak. Jó, én most kiveszem a kezedből Barbesz, ezt a telefont. Barbesz, te nem egyébként semmit. Add vissza a telefonomat a kurba. Add vissza. Azaz, üssen. Segítség. Állj le, ne bántsad. Üssen tovább, Krisztus. Csak izéből mondom, divatból. Üssen a köcsögöt. Ne bántsad. Nem szabad. Állj meg. Figyelj csak, az a sextor. Még egyszer mondom. De nem, a sextornak egy picit sötétebb a haja. De itt sok volt a pény. Te mondtad azt, hogy is Lajos, hogy az ő volt, az nem. Lajos, nekem gyere ide! Nekem a képet. Lajos! Én is lefotóztam. Figyelj csak! Kicsit az. Igen. Igaz, neked hogy a sextor volt ez a darab, de volt? Tudjad, hogy mi van. De én még nem láttam a sextort. Hát most mi az, hogy nem? Hát együtt volt ebben a rendezvón. Hát, ne bántsd a Lajos, kérlek, ne bántsd. Miért bántanám? Mert barátok vagyunk. De meg ne osszad itt az eszet, hát kinek kell mondani. Tényleg ne játszod itt a Mély Királynak, jó? A Lajos az egyetlen ember, aki itt őszinte volt velem. Te voltál az öreg, nem a sextor. Lajos, bármi történik, én megvédelek. Ki hívjam a sextor? Hallod? Ember, állítsál magadon, mert kezd széttépem a pólót magamon, te. Ne mondtok, kecsém, te most látod, itt ment a sextort? Látod? Nem hazugság. Ő volt a rendezvón, há? Lajosom, mi újság, jól vagy? Hogy érzed magad? Hát, jó, persze, jól érzem magam. Ugye sok? Jó minden? Igen. Veled? Várj egy picit, mert... keresik valamit a zsebembe, egy ajándékot. Na, mi a... Ajajaj, ne, te bűnös öreg! Geci. Öreg, kérlek, te bűnös geci! Mától kezdve nem öreg, vagyok veled hajlandó osztozni semmin, ki vagy tagadva, soha többet öreg, nem vagyok ez, barátom. De öreg, hálmányos... Nem! Mától kezdve ennyi volt. Nem hallok, nem látlak, meghaltál. Vázolom, mi van. Á, mondjad, vázolom. Szóval itt van a Carlito apja. Tudjátok? Kiderült róla sok minden mostanában, ami nem annyira szép dolog. Hogy a Carlito például valószínűleg az élet nyomorék, az agyhalott geci, mert lepopozta az anyját vemhesen, meg ilyenek. Azt az honnan veszed, öreg? Múltkor bekopázott. Joker. Ezek tényeket közlök. Nyomozás. De jó, de honnan veszed a tényeket? Hát ugye utána néztem. Van egy unokatestvérem, akit úgy hívnak, hogy Flektor. Érted? És hogy nyomozó. Szólj ezt neki? Bemutassam neked? Bemutassam neked? A szanyadik ágon az unokatestvérem. Carlito az élet nyomorik. De nem ez a lényeg, az inkább megbasszolja, múltkor papázott nekem a kis passzopó. Érted? Mit mondott? Mit hát mondott? Elkezdett boxolni, meg ilyenek. Szóltam neki, hogy megbasszom az anyját, meg őt is, meg mindenkit. Nem szeretem ezeket a boxolókat, múltkor elmentem én is egy diszkóba, azt így árnyék boxoltak a gyerekek, azt az ideg úgy szétkapott. Azt hitték, hogy valami boxmeccsen vannak, biztos azért, mert sok rakit néztek. Figyelj már, az ideg elpaj. Most mi lesz veled, Kriszó, ilyen ácsmunkát, így gyorsan lerevágol, vagy? Nem, hát azt mondtad, kapjuk elő, durrancsuk be. Persze, kivettem, persze. Elkaptam, bedurrantottam. Elkem egy 10 perc, akkor kell srácok, hát el kell ugranom a kocsiért, meg itt is a rendőrség. Addig szólok a negyedik unokatestvéremnek, a Dektornak. Jó, négyedem, hárman volt, azt mondod, hárman hát vagyunk. De van még egy unokatestvók, abból egy petélyűek az egyikkel. Á, nem tudom, hogy a Sektor, másik a Flektor, a Hektor, meg a Dektor. A Dektor. Dektor az mindig csikkezik, azért Dektor a neve neki. Majd bemutatom nektek az egész familiát. Figyeljetek ide, csöbesek! Itt, ez egy diplomáciai megbeszélés lesz, jó? Mert úgy érzem, hogy vannak elvarratlan szálak, először is, és szeretném, hogyha most már befejeznénk itt a agresszív viselkedéseket. Mit gondoltok erről? Hát figyelj, már ne haragudjál, de nincsen felesleges szövegre itt az időm érthet. Hát várom a Markolót. Én nem tudom, hogy ennyire becsücskulsz. De mit csinálsz? Azt csücskul be! Passzopó! Á, kurva anyátokat! Te, Krisztó! Gyere vissza, te bubi! Gyere, te üssed a feketét! Passz, nehogy alul maradj! Na mi van? Repett a kellett! Milyen repett a csömös? Mi van, Jimmy? Megmondtam, hogy kelljél föl, feküdjél vissza! Kérlek, ne bántsatok minket! Szexel! Fejedbe sírás! Figyelj csak ide! Mondom, hogy állj le! Állj le, te büdös geci! Könyörgöm, ne bántsatok minket! Kérjél bocsánatot, kis köcsög! Jó, most azonnal állj meg! Állj meg!
A büdös kurva anyátokat. Bocskos gecik. Állj már pöl, te szerencsétlen! Állj már pöl! Ja. Szétbaszlak, Lajos. De most mit csináltál? Nézd meg! Mit csináltál itt? Hát én nem csináltam semmit. Christopher! Uramisten! Figyelj csak, hiány ide egy mentőt! Krisztóf! Hozz ide! Gyere ide! A ladát nyissad föl, pakold bele a sok passzapót. Mindegyiket. Csomagtartom a tuszkolj be hárba. Én van. Jó, te meg hidd a mentőt, hol ki? Te vagy az utolsó ember, akitől kölcsönkérhetnék, és azt szeretném megkérdezni, hogy tudsz-e kölcsönadni. Megmondjam, mit tudok kölcsönadni, Lalika? Igen. Egy nagy büdös lófasz, jó? Egy nagy büdös lófasz. Mi? Tőlem várod a segítséget? Hülye vagy, bazd meg? $1,000,000? Hát azt hittem, hogy neked van annyi. Hát nem azt mondtam, hogy nincs annyi, basznék, de hát most hát miért adnék neked annyit? Kérlek, könyörgöm. Bármit megteszek, bármit, csicskád leszek. És mi a garancia, hogy megadod? Lalika, hát azért ez nem így működik. Nem tudom, írjunk alá valamit. Írjunk alá valamit? Igen, valamit. Egy szalvétlet. Mennyire legyen hivatalos ez az út? Hát, hogyha megszegem, akkor büntetés legyen, hogy lásd, hogy állom a szavam. Mi a... Ez mi... Micsoda? Te vasz, Lajoska. Mi csinálsz itt? Figyelj csak, krumplit hozzá, vagy mi van krumpli? Anyuci el lett egy kicsit fektetve. Micsoda? Nem felejtettél el valamit esetleg? Micsoda? Mi húzi víz? 3,000,000 volt szó. De. Megmondtam. Megmondtam, hogy ez lesz, nem? Ez nem igaz. Lajos. Ez nem lehet. Szégyen vagy. Szégyen pult vagy. Felkészültél, én már figyelj öreg, nekem bejelzett a rossz detektorom. Ne. De figyelj csak, most nézzük meg a zsákba ki van. Lehet, hogy kinyitható ezt a zsákot? Hát, nem fogod kinyitni, hát kijön a bűz, hol gondolsz? Lehet, hogy egyébként karácsonyi ajándék. Nem? Fel lett négyelve adagadt kurva. Micsoda? Figyelj csak, az ekkora zsákban nem fér bele. Megmondom őszintén, hogy XXL-es zsákot kellett hoznom, mert így is jó meg kellett tömködni. Anyád azért jó volt tartva. Ne. Jó, ez szóval. De látod, Lajoska, megmondtam. Ez van, amikor tartozol, és nem jelentkezel. Nagyon kedvenc karakterem. Aj. Így van, elintézve. Most akartam megadni. Azt most lónak a faszát. Van egy hajazunk, bazd meg! Ez meg a másik, az igaz. De az anyukám is. Meghalt az anyja. Itt a pénz, a bankban voltam. Kezi csókolom, Lali mami. Jól van. Akkor ez egy gitár? Mi? Az meg pedig már elhittem. Jó, itt van akkor Lali mami. De szép. Ó, hát köszönöm. Hát ezzel ez olyan lesz az szép új termék. Lesz az udvarom. Így van. De nagyon jó. Így van. Akkor és megveszél. Milyen jó? Igen. Szóval vettél volna, már inkább ennyi hasznod lenne. De... Szóval ő lenne a fia, akkor Lali mami. Igen, ő lenne a Lajos. Igen, ő a Lajos, persze. Aha. Hát szép termetes gyermek. Ugye? Ugye milyen megletes? Szép legyé. Büszke vagyok rá. De mi ismerjük egymást. Ki volt velem? Na, ez érdekesebb a pasz. Én leülök, kérsz. Sose láttam magát. De én tőle szoktam venni termékeket. De így van. De mi már találkoztunk többször. Neked van a biliárd termék, nem? Abonozon is, vagy mi? Szerintem én annyi mindent vettem már tőle, hát ez az ügynök, aki házal nekem mindig. Felhív, telefonon új termékek, mit tudom, hát ezt a lombfúvót is felhívott tegnap, van új lombfúvója, azt egyből. Így van, hölgyem, ahogy említettem, 6 hónap garancia van rá, és 1200 wattos a készülék, úgyhogy itt az összes szemetet el tudja fújni. Nagyon jó lesz. Nem is csak ügynök, hanem rügynök is, nem? Jó, én megyek aludni a passzomba, nem billom el kopátokat. Tudod mit? Egy ilyen szart a faszomba. Ennyi? Te vén geci. Ez nem hagyjál. Mennyire igaza van? Az orrom gyerge. Ez is a te hibád, Lajos. Ezt szekaptad, Erik anyád után, mondjad, hogy kérjél bocsánatot. Elkapattad anyádat. Mindig ez az erőszak, és ezt nem bírom ezt. Szavaztad? Nem bírom ezt. Ma itt alszok a szobámba. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma. Nagyon szépen kösz minden. Sziasztok, remélem élveztétek. Csá!
szubaljatok fel, mert az nagyon jó. Sziasztok!